A mozi egy nagyon jó program egyébként családdal is, baráttal is, pasival is, úgyhogy egyébként még egyedül is néha jó, hogyha olyan a film, tehát hogy azokat is megértem, akik egyedül járnak. Nagyon szeretem például az Avatarban a zenéket, akkor az oké, és annyira sok jó a Star Warsnak a zenét. Tényleg, hogyha akkor a kedvenc, akkor azt mondom, hogy Star Wars. Hát a Leonardo DiCaprio az egyik férfi színész, aki a kedvencem közé tartozik. Nők közül nagyon szeretem a Penelope Cruz-t, a Robert De Niro-t szeretem még. Adam Sandler-t is bírom. Én még a Will Smith-t is bírom nagyon, bár lehet, hogy a külseje miatt, de nem, igen, a filmét is szeretem. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy szinkronos-e vagy feliratos. Mert hogy a magyar szinkron a zseniális, néha jobb, mint az eredeti, és annyira jó hangszíneket tudnak találni a különböző személyiségekhez, meg karakterekhez a filmben. Viszont én mondjuk jól tudok viszonylag angolul, és hogyha angolul beszélnek eredetileg a színészek, akkor szeretem hallgatni az igazi hangjukat, meg hogy ők hogy mondják azt. Szóval volt már rá sok példa, hogy angolul volt jó, volt olyan, ami magyarul is ugyanolyan jó volt, és megállt el helyét. Nem tudom, az attól szokott függni, hogy milyen emberekkel jövök el moziba, akik utálnak feliratot olvasni, és nem tudnak annyira jól angolul azokkal, akkor nyilván a magyarra ülünk be, de már volt rá példa, hogy direkt az angolra ültünk be. Túl sokat jársz moziba!